mintha a családi fotóalbumban lapozgatnának a látogatók, a Nemzeti Galéria új kiállításán a Fortepán gyűjteményéből válogattak. A digitális fotóarchívumba bárki adhat képeket, így az elmúlt 10 évben 100 000-nél is több fotó gyűlt össze. Most a várban a hatalmas gyűjteményből 350 képet állítottak ki. Megilletődött Masnis kislány hajtja a hintalovat és szállítja játékból 4 testvérét a Zicsi család kastélyának kertjében. A dátum 1909. 5 évvel később Pesten az emberek a befagyó Duna partján a Belgrád rakparton állnak. 56-ban pedig egy tank a háttér. Több mint 300 kép és 16 történet, amelyen keresztül a néző megismeri Magyarország elmúlt 100 évét. Ezekbe beszűrődött már akkor is, akár tudattalanul is a történelem. Azok a különböző rendszerek, amelyet megélt Magyarország, azok a helyzetek, azok a szociális helyzetek, a szegénység, vagy éppen a jó mód. Tehát nagyon sokféle réteggel gazdagodtak ezek a privát fotók. A kiállításon nem csak privát fotók vannak, egy-egy sorozatnak ismerjük az alkotóját. A tárlaton helyet kapott Szalai Zoltán Ingázok című sorozata is, amelyet bár megrendeltek a Tükör című folyóirat első számába, aztán mégis letiltották. 1964-et írtunk akkor. A kurátornak nem volt könnyű dolga. A Fortepán archívumot több mint 100 000 kép, ebből válogattak. Ehhez találtuk ki tulajdonképp azt a koncepciót, ugye, hogy az életkorokon keresztül vezetjük a látogatókat, és először a gyerekek, aztán fiatalok, felnőttek készült képeken keresztül jutunk el az idősekhez. Ez azért segíti a válogatást, hogy ráakaszgatjuk a képeket egy ilyen sínre. Sokat meséltem, beszélgettünk azokról a hagyatékokról, amik hozzánk kerültek a közel 10 év alatt, illetve ugye van egy heti rovatunk internetes felületen, úgyhogy elég sok történetet mi magunk megírtunk már az elmúlt években, és akkor a legérdekesebbeket, meg a legjobban bemutathatóakat választottuk, ahol valami eredeti tárgyat is mellé lehet tenni, egy szerző naplóját, vagy egy újságot. A Fortepán 5000 fotóval indult, most meg, ahogy már mondtam is, közel 120 000 kép van fent, de az alapítók folyamatosan várják az archív felvételeket. Tamási Miklós úgy számol, hogy a kiállítás 4 hónapja alatt nagyjából 1000 képpel gazdagodik majd a gyűjtemény.